Sziasztok, és üdv mindenki! Újabb Minecraft epizóddal jelentkezem. Ami azt jelenti, sikerült befejezem a térképet, tehát most már egy teljes térképünk van az egész környékről, illetve megcsináltam végre a bánya részét az egész telepnek. Tehát itt van egy bánya rész, itt megy lefele a lépcső, 50-es szint, 35-ös szint, és ugye itt a... ami azt jelenti, egyszer ugye mondtam, hogy ezt a bányát össze akarom kötni az NPC bányával, amit találtunk. Na most ez nem tudom, hogy ugyanaz az NPC bánya, vagy egy tök másik, de ami azt illeti, sikerült végül is a tervem. Viszont én egy rendes gyémánt bányát szerettem volna, úgyhogy megcsináltam azt is, méghozzá itt. Megyünk szépen lefele, tírja a szinteket, ugye itt lehet gyémántot találni, és itt már rácskálódtam is egy picit. Na ezt, viszont ezt mind videón kívül, mert szerintem egy bányászós epizód bőven elég volt. Megy felfele a sín, hogyha túl sok cuccom van, meg ott le lehet pakolni egyébként. Viszont a mai részre azt terveztem, hogy csinálok könyves polcokat, és megcsinálom az Enchant Table-t is. Enchant Table. És meg is csináltuk az Enchant Table-ünket. Ennek már van egy hely, amit kinéztem, viszont ami még kell, az bookshelf, vagyis hát könyves polc, amit még ki akarok próbálni, hogy a Netherbe vajon lehet térképet csinálni? Mert ezt még sose próbáltam egyébként. Na, nézzük is meg. Hűha. Hát igazából nem tudom, mire számítottam. Azt akarom megnézni, a Fortress, az rajta van a térképen. Nem úgy tűnik. Hello, Gázt! Nem zavarok? Nem, nincs rajta. Ez érdekes viszont. Hát akkor ez így ennyi. Helyett azt megcsinálom a könyves polcoknak, meg a Enchant Table-nek. Arra gondoltam, hogy legyen itt. Még... Opa, hello. Tehát itt fog beásni. Így bejövünk. Itt lesz mondjuk a cucc. Itt bejössz, itt a Enchant Table, és itt körbe vannak a könyves polcok. Viszont ugye hát annyi könyves polcunk még nincs. Egyébként Alfonzzal kapcsolatban is gondolkoztam, hogy mit tudnék vele kezdeni, és arra gondoltam, hogy jó, tegyük fel, hogy nem tud felállni, mert már nem tud, vagy valami ilyesmi van, valami bebuglott, de mi lenne, hogyha szereznénk neki egy kutyabarátot, ha értitek, hogy értem, és akkor lehet, hogy végül megbékél, vagy én nem tudom, lehet, hogy mély depresszióban van azért, mert harcolt és majdnem meghalt, ki tudja. Ennyi könyvespolcot tudtunk jelenleg csinálni. Meg hát ugye maga az Enchant Table. Na akkor nézzük is. Ajtó. Nagyszerű. És akkor ide jön az Enchant Table maga. És itt körbe fogjuk rakni könyvekkel. Ú, lap is kell ehhez tényleg. Ezt el is felejtettem egyébként. Ez még nagyon régen jött be az, hogy lap is kell, de még mindig újnak tűnik. Így ez még nem is néz ki olyan szörnyen egyébként. Itt van a lap is. Tehát milyen enchantokat tudunk most belerakni. Mert van enchantom. Sharpness 1. Hát nem a legjobb, ugye? Körbe kell rakni. Jó, viszont ahhoz, hogy körbe tudjuk rakni, ahhoz szükségünk van cukornádra, amit itt termesztek így nagyban a házam körül. Várjál, tényleg azt nem is néztem még meg, hogy lasszót rá tudom kötni most kutyura? Jaj. Ej, ne lögdössé bárány, csak a minecartból akarom kiszedni. Ó, oh, hála az égnek. Na, tudsz jönni? Nem, elszakad a lasszó is. Menj bele a minecartba. Ne szorakozom, mert abba sem ész bele. Ah, tehát ki akarom vinni a teraszra. És ahhoz ki kell vinnem a sineket is, viszont ahhoz le kell bontanom magát az ajtót. Itt lehetne a ilyen körkörös dolga a kutyunak, és akkor már rajta lesz a minecarton. Úgy, menj bele. És akkor van egy körkörös dolga a kutyunknak, itt kint a teraszon. Igazából maradhatna itt is, de szeretném kialakítani neki úgy a teraszt, hogy az legyen az ő kis háza. Viszont az nekem kéne banner, wool. Ó, wool, akkor csinálok egy shearing akármit, amivel le tudom izélni a bárányokat. Tényleg amúgy. Ugye nem lettél fehér ettől, mondd, hogy nem. Úgy nagyon félek, hogy most fehér lett ettől. Akkor birkanyírás van. Amúgy hova ment a bárány? Ó, vissza is nőtt, jól van, remek. A franc, tényleg ugyanolyan színű kell? Hát akkor be kell színeznem őket fehérre. Hát akkor ezt a bannert nem tudom most megcsinálni. Egy bannerem van, az is ez a hulladék. Ezt addig oda rakom neki, hát ha. Csak hogy legyen egy ötletetek arra, hogy mit akarok, tehát még nem pont így. Valahogy úgy akarom, hogy úgy nézzen ki, mint egy ilyen háló, amit az ajtók elé szoktak rakni nyáron. Tudjátok szerintem, miről beszélek. Na, valami olyasmit akartam ide is, csak hát valószínűleg azt nem tudom így megcsinálni. Max, ha egy kicsit lejjebb hozom a tetőt. Te hogy jutottál be? Az hogy jutott be? Na és akkor titeket még így lenyírnak. Ó, de sokat adtak, te jó ég. Az is oda hogy jutott be? Na, hármat tudtam csak lekraftolni, te jó ég. Hát az nem olyan sok. Hát nem úgy néz ki, mint hogy én akarom. Na és ha mondjuk egy picit... Hát ez meg így hülyén néz ki. De így néz ki úgy, ahogy akarom. Nézzen ki így. Szerintetek ez így jól néz ki? Persze majd átszínezem valami másra a vúlokat. Ja. Nem néz ki rosszul egyébként, ezt az oldalt is lehetne fedni velük. Na és akkor a kutyunak kéne egy barátot majd szereznünk később. Amúgy most nézem, megvan 3 ilyen pink woolunk. Simán csináltunk egy, rózsaszín ágyat. És akkor mostantól ez lesz az új ágyunk. Hazahoztuk a rózsaszín bárányt, és már van egy rózsaszín ágyunk is. Nagyszerű. 3 darab bőrünk van, ami hát nem feltétlenül elég egy könyvhöz. Csak párhoz. Akkor én szerintem átmegyek abba a faluba, amiben találtam könyvespolcokat. És akkor kirabolom őket könyvespolcokból. Hey, hello! Ah, vendégünk van. Végül is amúgy, ha belegondolok, akkor a macskák nincsenek is olyan messze tőlünk. És hát azért rohadt messze vannak, de megoldható távolságban. Nem raktuk olyan messze a Nether portálokat. Na, meg is érkeztünk szépen. Csá! Nem alszol? Figyelj, van... Ez nem hiszem el. Oh! Ott egy slime! Végre! Egy slime! Te most meghalsz. Gyere át a vizen. Hát nem hiszem el. Téged kerestelek az előző részbe. Végre tudok lasszót csinálni. Hát te alszol? Nem akarsz trédelni? Hello. Odafönt esetleg? Ott van fenn a buli. Milyen, van nálam mondjuk izé, most jut eszembe, hal. Hát megpróbálok macskát szelídíteni. Na, jöttem falugyűlésre. Cica, gyere ide! Hol vagy? Hova futott? Cica! Gyere ide! Gyere ide! Gyere ide! Gyere ide! Menjél arrébb! Itt vagyok, hello! Nézd! Van nálam hal! Ne fuss el a dombról! Halacska! Egyből megszeretett! Nem létezik! Hát szia, cica! Néha megpróbálok ezekkel még verekedni valamit. Ilyen köcsögök ezek a villagerek. Azaz, verd meg, bárány. Jó, haza kéne keveredni ezzel a macskával amúgy. Aztán te maradjál itt bent, mert szedek neked halat, hogy akkor tudjunk hazamenni. Komolyan karddal fogok halat fogni, az is komoly. Halászat 2019. Mi, felétek nem így horgásznak? Szóval, amatőrök. Hát ugye a terv az, hogy a mocsáron keresztül megyünk. Menj innen, bárány! Na, gyere, cica! Gyere! Gyere! Jön utánam vajon? Vagy teleportálgatsz? Hát a víz az érdekes lesz számára. Ja, macskák a lábukra esnek. Mondjuk amikor barátra gondoltam Alfonznak, akkor nem egy macskára gondoltam. De ki tudja, lehet, hogy megbarátkozik vele, vagy valami. Tudjátok, ilyen tipikus... Nem hittem volna, hogy barátok lesznek, de mégis szituáció. Tényleg a macskának milyen nevet adjak? Kutyusnak Alfonz. Megvan a tökéletes név. Hát szerintem ti már tudjátok egyébként, hogy mi lesz a macskámnak a neve. Csak találni kéne még egy némteget. Térképen közben rajta vagyunk már? Még nem? Nem segít, hogy ez a térkép sem mutatja, hogy merre kéne menni. Legyen az, hogy akkor átmegyünk a poklon mégiscsak. Tudom, hogy itt van a környéken valahol a hely, ahonnan jöttünk, viszont annyira nem vágom az irányokat most. Nagyon edgy ötletnek hangzik egyébként alapjáraton az, hogy vigyük át a macskát a poklon. Ez lesz a nagy kaland. Átjön vajon? Gyere. Én átmegyek. Kíváncsi leszek, hogy átjön-e utánam. Hát nem úgy tűnik. Viszont nem fogom ezt csinálni a macskával, ez lehetetlen, hogy meg túléli. Valahogy megpróbálunk hazakeveredni. Viszont azt tudom, hogy ez a biome, az a mocsáras biome, annak köze van a hazavezető úthoz, úgyhogy oda fogunk visszamenni. Ott viszont tundra biome van, az viszont nem ismerős. Úgy tök jól néz ki ez a vízesés itt mellette. Lehet, hogy itt kell végül keresztül mennünk, jó fele jövünk, lehet macska. Milyen halálos nagy fák vannak ott fent. Az meg mi a halál oda fent? Na ez mi volt? Róka! Szevasztok! Ó, rajta vagyunk a térképen, nagyszerű. Nagyon furcsa generálási szabályok vannak arrafele amúgy. Ott van még egy mocsár, akkor tényleg erre kell jönni. Gyere cica. Aha, megvan hol vagyunk. Remek. Igen, itt ez a havastér. Oda arra izére másztam fel egyszerűen, körbenézek itt a környéken, hogy nincs-e slime. Igen, ott a bükkfaerdő. Na és ezen keresztül válunk és otthon is vagyunk. Az ott a torony? Az ott a torony szerintem, ja. Ó, hazaértünk emberek. Na, ijesszük meg azt a creepert szerintem. Gyere macska. Nem akarsz meg... Ez az, hú, de megijedtél, jaj, de kis szarrágó lettél hirtelen. Na, hogy elfutott? Na. Hol a macska? Ijeszd meg! Ez az, figyeld, hogy elfutott. Most megint támad. Cica, aktiváld az erődet, nagyszerű. Hogy elfut, de aranyos. Eski aranyos egy picit, hogy elfut. Na, mi lesz? Na, megijedt a macskától. Kis béna. Gyere! Hazaértünk, macska. Gyere. Menjünk a házba. Ó, miért ugrott? Hello, bárány. Alfonz. Meghoztam az új barátunkat. Hát hihetetlen, találtunk slime-ot, amit az előző részben nem sikerült. Akkor én a macskát azt át is színezem szerintem. Hogyha lehet. Átszíneztem! Na álljál fő. Ne ijeszges. Oké, nagyszerű. Na, gyere cica. Jó, most az ágyon szeretne maradni. Szerintem akkor alszok is egyet. Nem így akartam. De aranyos! Hát beszarok és doromból is. Csirke. Kösz! Megeszed? Hello! Ott a pince. Tetszik a pince? A lényeg az, hogy van egy macskánk végre. Aki miatt... várjál, tudod mit? Így a rész végére gondoltam, hogy akkor horgásztunk egy picit, nem? Kicsit kijjebb jövök. Na és itt. Jaj, jön utána. Hoppá, mit fogtunk? Halacska, van halacska. Na, szerintem horgászok még egy csomót. Fogok neked halat, macska. Lófasz. Ez kicsit hülyén fog hangzani minden részbe. Nem fogják érteni az emberek, amikor egy random becsatlakoznak a végigjátszásba, hogy miért hívom macskát lófasznak. Még egy hal. Na, az még felém is ment, az igen. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok! Csak enchantolni akartam éppen egyébként. Fú, bazd meg. Kellett nekem megnézni ezt a fos skeletont. Ó, ember. Jó, legalább kutyunak nem esett baja. Szerzek még neki húst. Gyere kutyu, egyél gyorsan, mert... Jó. Nálam volt a pajzs, csak nem védekeztem, mert a hülye krumpli volt a kezembe. De hogy került ide egy rohadt creeper? Ja, szóval remek, ez volt az első halál a Minecraftban, épp azelőtt, hogy enchantoltam volna egyébként. Tehát így már nagyban megvolt a terv, feljövök a bányából, enchantolok egyet, erre nézd meg mi történik. Miért nem vagyok meglepődve? De a lila bárány közben át nem menjen a Netherbe. De ezt nem értem most. Felrobbanok a creepertől, ott voltak a cuccai meg minden, de mégis elvesztettem az összes szintemet. Csak 7 darab maradt a 35-ből. Remekséges. Újraépítettük a házat. Tudom, ezt így, itt nem ültetem be, mert megzavar, nem látom tőle a creepereket. Hú, szóval, ja, enchantolni akartam, nagyszerű. Hát akkor enchantolunk, jaj, mert jó, hogy megvan. Enchantolunk 7-7-es szinttel. Ja, hatékonyság 1, az jó lesz nekem. Első enchantolási, ez szomorú. Nem azért gyűjtöttem azt a 30-valahány szintet, hogy aztán creeper. Na mindegy, mindegy. Amúgy csak bányászok, szóval semmi komoly nem történik, csak gondoltam bekapcsolom a felvételt, még enchantolok először a szériában. Aztán erre meghaltam. Először a szériában.